Isten tisztelettel vette kezdetét a Dombovári Margaréta Református Óvoda új épület részének átadása. Az intézmény bővítését a növekvő érdeklődés indokolta, ezért döntöttek úgy, hogy megvásárolják az egykori társasházat és átalakítják az épületet. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője fontos térségi fejlesztésnek tartja a beruházást. Örülünk annak, hogy egy újabb beruházás valósult meg, mégpedig a református óvodának a felújítása, az új épület felépülte, illetve réginek a korszerűsítése és az udvar rendbetétele. Ez összesen közel 320 millió forintos fejlesztést jelent. Ezt nyilván lehet úgy értelmezni, hogy egy óvodának a felújítása, úgy is lehet értelmezni, hogy egy református óvodának a felújítása, de ugyanakkor szerintem a város életéhez is ez nagyon-nagyon hozzátartozik és passzol a fejlesztések sorába. Jó látni azt, hogy nem csak a körzetem különböző településein tudtuk az óvodákat felújítani, sőt újakat is építeni. Hadd soroljak egy párat: Kaposszegcső, Hőgyész, Kisvejke, Váralja, Bonyhád, Dombovár, és most újra egy ilyennek vagyunk az átadásán, hanem határokon túl is végezzük ezt a munkát, úgyhogy odafigyelünk a gyerekekre, odafigyelünk a családokra, és a közösségeket építjük. Láttuk ezt a szép műsort, ez is ezt példázta. A Dombovári Margaréta Református Óvoda csoportjai készültek ünnepi műsorral erre a fontos eseményre, melynek köszönhetően szeptembertől nagyobb létszámmal működhet az intézmény. Jelenleg 4 csoportos óvodaként működtünk, így most 5 csoportos óvodaként fogunk működni. A régi épületünkből egy csoportot átköltöztetünk, és egy plusz új csoportot indítunk. Videócínéd Oszpod Mária előző vezető volt, akiben megfogalmazódott ez, és volt ez a pályázati program keretén belül valósulhatott meg Esperes úr támogatásával. 2018-ban kezdődött ez a történet. Az óvoda életében eleinte nem szólt bele, mert külső program, ameddig lehet tehát kívülről folyt a munkálat, aztán amikor a külső bejárat bezáródott, akkor jártak keresztül rajtunk a munkások, megoldottuk. A fejlesztés kormányzati támogatással a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjának keretében valósult meg. A gyermekek az első számú értékek, és értük mindent megteszünk, hangsúlyozta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Láttuk és hallottuk gyermekeknek a műsorát. Mind kulturális szempontból fantasztikus volt, de azt kell mondani, hogy hit szempontjából is nagyon szükséges az, amit itt tanulnak, és nem csak itt, hanem szerte az országban. És amikor elindítottuk a református óvodaprogramot, illetve hozzáteszem később a katolikust és evangélikust, hogy nyilván az volt a cél, az volt a szempont, hogy minél több olyan gyermek kapjon lehetőséget keresztény nevelésben, akiknek a szülei szeretnék, hogy ilyen óvodába járjanak, de eddig nem volt meg a megfelelő létszám, nem volt meg a megfelelő minőség. És hogyha csak a református óvoda programot nézzük, és nem is Kárpát-medencében, hanem most itt Magyarország területén, akkor mindenképp megdöbbentően vagy fantasztikusan nagy számok jelennek meg. Közel 40 milliárd forintból 3200 új óvodai férőhely keletkezett, vagy keletkezik, építenek most még, illetve 700 megújult, vagy pedig meg fog újulni a következő hónapokban, években. És mindez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, illetve hát azok a szülők, akik ilyen óvodába járnak, illetve járatják a gyermekeiket, azoknak teljesen más minőségű lehetőség jut, mint adott esetben 5 vagy 10 vagy 30 évvel ezelőtt. De ami legfontosabb ennél, az a beltartalom. És azt gondolom, hogy az egyházaink a nevelés, az oktatás mellett olyan lelki plusz tudnak adni, amire óriási nagy szükség van. Az ünnepélyes átadón Vede Sándor, a Dunavelléki Református Egyházkerület főgondnoka számolt be a 30 milliárd forintos állami támogatásból életre hívott projektről a megjelenteknek. Ahogy fogalmazott, ez egy kiemelkedően fontos és meghatározó fejlesztés a Magyarországi Református Egyház számára. Pintér Szilárd polgármester köszönetét fejezte ki mint a Református Egyházkerületnek, mint az igénylőknek, továbbá Soltész Miklósnak is, amiért a településen új, minden eddiginél korszerűbb óvoda épülhetett fel.
Nagy öröm számomra, hogy a Református Egyház 18-ban egy lehetőséget megragadva döntött úgy, hogy pályázik odaépítésre. Még nagyobb öröm, hogy úgy döntöttek, hogy ezt Dombváron fogják megépíteni. Mint minden építkezésnek Magyarországon, ennek is megvolt a hányavetett sorsa, de hál' Isten elkészült. Azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a 2022-es évben április 1-én át tudtunk adni egy kibővített bölcsödét új csoportszobával. Ezt követően át tudtuk adni ma itt a Református óvoda két új csoportszobáját, és azt mondom, hogy nem állt meg a sor, hiszen a köszöntőben is mondtam a héten sajtótájékoztató mentén, kiderült, hogy a Katolikus Egyház is úgy döntött, hogy egy 5 csoportszobás új óvodát épít Dombaváron. Tehát azt hiszem, hogy Dombavárnak van jövője, sokan bíznak Dombavárba, és hogyha ezt messzerű is így látják, egész biztosan, hogy ezt helyiek ugyanígy ítélik meg. A szalagátvágást követően az ünneplők megtekinthették a rendkívül modern épületet, ahol az új csoportot ősszel indíthatja el a Margaréta Református óvoda.